kedden délután 14 óra 40 perckor érkezett a belvárosban tevékenykedő rendőrjárőrök adóvevőjén a diszpécser üzenet, amelyben segítséget kértek a Gyenes téren. Egy nő akart leugrani az egyik ház tetejéről. A rendőrségi irányítók egy járőrautót vezényeltek azonnal a helyszínre. A segélykérést meghallva Kovács Zsolt és Magyar Tamás őrmesterek is rögtön a helyszínre indultak. Mint elmondták, úgy észlelték, ők közelebb vannak, és egyébként is szokás öngyilkossági kísérletnél több személynek azonnal kimenni a helyszínre. A két őrmester mindent beleadva két perc alatt tette meg a másfél kilométeres távolságot. Azt tapasztaltuk, hogy itt az udvaron az épület előtt egy 8-10 civil személy integet, illetve kiabál, hogy a nő itt van fönt a tetőn, illetve onnan próbál meg leugrani. Ekkor szaladtam én valamint kollégám a bejárati ajtóhoz. Felszaladtunk a hatodik emeletre, ott résre nyitva volt az egyik ajtón. Az ajtó mögül hangos zajok és segélykiáltások érkeztek. A rendőrök bent a lakásban egy ablakon keresztül félig kihajoló embert találtak, aki az ugrani készülő nő egyik karját markolta és nem engedte el. A 40-es éveiben lévő nő önkívületi állapotban igyekezett menekülni a szorításból, mindenáron le akart ugrani, ezt azonban nem engedték a rendőrök. Gondolkodás nélkül kimásztam a tetőre, felmértem, hogy a hölgy személy a hófogókon áll, azon van minden testsúlya, ekkor jobb kezemmel a nő két lábát magamhoz szorítottam, hogy ne tudja magát elrugni a tetőtől, majd másik kezemmel a tető lévő cserepeket félretolva oda beültem, oda elhelyeztem magam, majd a nőt elkezdtem befelé fejtegetni szépen az ablakon. A leugrani készülő nő még ekkor is ellenállt. Szerencséjére Kovács Zsolt rendőrőrmester eredetileg ácsnak tanult, így szakmájának köszönhetően annyira stabilan meg tudott állni a tetőn, hogy Magyar Tamás őrmesterrel közösen be tudták kényszeríteni az önfeledten tiltakozó nőt az ablakon. Az őrjöngő nő még ekkor sem tért magához, négy rendőr kellett ahhoz, hogy a mentőig elvigyék. Amíg vele voltunk végig, agresszív volt, köpködött, kiabált, rugdalódzott, hiába próbáltuk nyugtatni, hogy most már minden rendben lesz, rendőrség vagyunk, nem foglalkozott vele. Végül a nő kórházba került, pszichiátriai sérüléseken kívül mást nem szenvedett el. A rendőrjárőr két tagja hangsúlyozta, nem egyedül övék az érdem, hiszen kollégáik is perceken belül a helyszínen voltak és segítettek. Az eset óta sorra kapják a gratulációkat, de ők még mindig csak arra tudnak gondolni, hogy jó, hogy ilyen szerencsés végkimenetele lett ennek az esetnek.